Az Együtt PM, a DK és a Jobbik is támogatja, hogy parlamenti vizsgálóbizottság elé kerüljön az áfacsalási botrány. Mindhárom párt arra szólította fel a Fideszt, hogy írja alá az erről szóló kezdeményezést. Az Együtt PM szövetség és a DK a Fideszt hibáztatja a történtek miatt. A Jobbik szerint azonban a baloldali kormányoké a felelősség. Ez az elmúlt 20 év legnagyobb politikai és államháztartási botránya. Így értékelte az áfacsalási ügyet Bajnai Gordon. Az Együtt PM szövetség vezetője azt mondta, miniszterelnökként nem volt tudomása arról a gyakorlatról, amelyről Horváth András beszámolt. Szerinte független és a nyilvánosság előtt zajló vizsgálatra van szükség, amelyet a kormánypártoknak is támogatnia kell. Bármifajta állami vizsgálat fölé szükséges és indokolt egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozatala. Ez a legfontosabb, mert akkor lehet visszanyerni, visszaszerezni a köz bizalmát abban, hogy a magyar állam pénzügyei fölött van valamilyen ellenőrzés. Transzparensekkel vonultak az adóhatóság épülete elé a DK szimpatizánsai. A párt így tiltakozott az ellen, hogy az adóhatóság nem indított belső vizsgálatot. Varjú László arra szólította fel a NAV elnökét, hogy hétfőn fogadja a DK 10 képviselőjét, és tisztázza velük a történteket. A demokratikus koalíció nevében szeretném egyértelművé tenni, hogy amennyiben a parlament előtt bármilyen módon lehetőség nyílik arra, hogy szavazásra kerüljön sor, ami ezt a vizsgálatot lefolytatja, vagy erre valamilyen körülmények között lehetőség nyílik, akkor azt a demokratikus koalíció a szavazatával támogatni fogja. Egy átfogó, teljes körű vizsgálati folyamat elindításával. A Jobbik az Országgyűlés számvevőszéki bizottsága elé vinni az ügyet. Zékárpád Dániel azt mondta, a párt nem lesz kerékkötője a vizsgálatnak, akkor sem, ha a baloldallal kell összefognia ezért. A politikus úgy látja, az áfacsalás elsősorban a korábbi kormányok felelőssége. Bár jellemzően balliberális, megmondó emberek, idézőjeles szakértők megpróbálják a jelenlegi kormányzatra verni ezt az egész balhét, azt látni kell, hogy lényegében 2004-től az uniós csatlakozást követő időszaktól, a vámtevékenység részleges, majd teljes leépítésétől kezdve tapasztalhatók azok a visszaélések és azok az anomáliák, amelyek elvezettek a jelenlegi helyzethez. A Jobbikos képviselő azt mondta, Horváth András meghallgatásán az elegancia jegyében adott szót Mesterházi Attilának, egyébként politikai parazitizmusnak tartja a szocialista pártelnök jelenlétét.